Nemzeti ünnepünk március 15-e alkalmából vette át a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést dr. Tóth Tibor, a Slagta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet főigazgatója, egyetemi magántanár, a Fakultas cégcsoport tulajdonosa, a Tiszafüredi Városi Sportegyesület névadó szponzora, aki 2022-ben megkapta a Tiszafüred város tiszteletbeli polgára elismerést is. Dr. Tóth Tiborral Gellei József beszélgetett. Ugyan a tiszafüredi polgárok ritkán találkozhatnak dr. Tóth Tibor úrral, klubunk névadó szponzorának, a Fakultas cégcsoport tulajdonosával. Azért a város valamennyi lakója magánéjének érzi egy kicsit azt a kitüntetést, amelyet március 15-e alkalmából Orbán Viktor miniszterelnök úr előterjesztésére Novák Katalin elnökasszonytól lehetett át. Ezúton is gratulálunk a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjéhez. Igazából mit akar ez a kitüntetés, hiszen olyan sokrétű a munkája, ez melyikhez kapcsolódik éppen most? Hát jó napot kívánok! Örülök, hogy ismételtem megtiszteltek azzal, hogy eljöttek és újra beszélgethetünk. Igen, valóban március 15-e alkalmából a miniszterelnök úr javaslatára a köztársasági elnökasszony a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét adományozta. Egyrészt azért a szociálpolitikai tevékenységért kaphattam, amelyet az elmúlt években végzünk, amelynek célja, hogy a rendszert hatékonyabbá és rugalmasabbá tegyük, és vélemezhetően a kormány ezt a munkát, ezt az eredményt pozitívnak értékelte, és egyféleképpen így is fejezte ki a köszönetét az elmúlt évekért. Azért életműdíjhez azért még fiatal nagyon, Tibor. Tehát ez azért, gondolom, az egész sokrétű munkáját átölelheti ez a díj, amihez most éppen talán még Jász-Nagykun-Szolnok vármegye is csatlakozni fog, hiszen kiírták a Prima Primis díjat. Jól tudom, május közepéig lehet rá szavazni, több mint 30 jelölt van, és az én utolsó információim szerint torony magasan vezet itt a jelöltek között. Igen, hát tényleg meglepett az, hogy Tiszafüred város jelölt erre a Prima díjra. Természetesen, hogyha a város jelöl és felkér, akkor várjuk ezt a versenyt is. Meglepetés számomra is, hogy ennyire népszerűen haladunk előre. Nagyon sok Facebook üzenetet kapunk, illetve nagyon sok SMS telefon érkezik, amelyben jelzik a helyi lakosok azt, hogy támogatnak. Legutóbbi eredményt, ha jól láttam, akkor ilyen 2000-2500 környékén állunk, és hát én nagy megtiszteltetésnek veszem azt, hogy az emberek ilyen jó szívvel gondolnak ránk és munkánkra, és örülök neki, hogy együtt dolgozhatunk ezen a díjon. Ha véletlenül nyilván nyernék, bár kívánom azt, hogy bárki más is nyerhet, hiszen rátermett, nagyon jó szakembereket láttam a mezőnybe, de ha véletlenül mi nyernénk, akkor természetesen a díjat azt a Tiszafüred város közhatú céljaira fogjuk majd fordítani. Előre is köszönjük, és sok sikert kívánunk a választáshoz. Azért itt a díjak mellett óhatatlan, hogy egy kicsit a sportról, a futballról is beszéljünk ismételten, hiszen a Fakultas cégcsoport azért a futballklubunknak a névadó szponzora is. Mennyire van ideje arra, hogy figyelemmel kövesse csapatunk eredményeit? Figyeljük. Nyilván, ha lehet, akkor személyesen is megnézünk egy-egy meccset. Én örülök annak, hogy annyira nagy volt a lelkesedés, hogy még a harmadik helyet is elértük. Most nyilván egy kicsit mélyebb a hullám, de bízom benne, hogy hamarosan ismételten újabb győzelmek fognak születni, és én még mindig azt gondolom, hogy az első tízben végez a csapat, amelyhez szorítok, és ahogy tudok, úgy támogatom őket. Köszönöm szépen. Újvár Imre polgármester úr kereste meg önt egy évvel ezelőtt, hogy karolja föl egy kicsit a futballklubot. Megbánta ezt a döntését azóta? Nem bántam meg, tekintettel arra, hogy nem csak a futballklub támogatásáról van itt szó, hanem Tiszafüred támogatásáról. Tiszafüredhez egyrészt tartozik a futballklub is, meg sok minden más közhasznú dolog. Most éppen azon gondolkozunk, hogy valamilyen úton, módon egy olyan szervezetet is létre kéne hozni, egy olyan alapítványt, amely például a tiszafüredi pedagógusokat segíti, támogatja, úgyhogy sokrétű ez a lehetőség, és örülök annak, hogy a város épít rám, és közösen dolgozhatunk ezeken a célokon. Akik ritkán járnak Tiszafüreden, talán sokkal jobban föl tudják mérni azt a változást, amin a város az elmúlt 5-6-8 évben átesett.
is olyan ismerőseim, akik nem tiszafürediek, egyöntetően állítják, hogy az egyik legdinamikusabban fejlődő tiszatavi település. Ön, mint tiszafüredi, de Budapesten élő polgár, hogy látja ezt? Én ezt mindig is mondom, hogy Tiszafüred egy rendületesen fejlődő polgári mezőváros lett. A 90-es évek álmos kisvárosából kirobbanva, én azt gondolom, hogy átvette a vezető szerepet a régióban. Hát ehhez kellett azért egy ilyen városvezetés is, mint amilyen az elmúlt években dolgozik most már Tiszafüreden. Ön kapcsolatban van Újvár Imre úrral. Mennyire vannak más hasonló elszármazott vállalkozókkal kapcsolatban, akik ugyanígy magukénak érzik egy kicsit a várost? Hát én azt gondolom, lassan ébred fel a vállalkozói réteg, de amint látják ezeket az eredményeket, látják ezt a lokálpatrióta városvezetést, amely tényleg a városért dolgozik, én bízom benne, hogy egyre többen fognak felsorakozni és fogják segíteni a szülővárosukat.